Köszöntöm Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter urat. A Kárpátaljai Magyar Televízió számára ez az első interjúja, ezért is különleges. Az elmúlt évek ugye nem voltak könnyűek ukrán és magyar kapcsolatrendszerben. Azt is mondhatnánk, hogy olyan szintre romlott le az előző ukrán vezetés miatt a két ország kapcsolata, ami korábban nem volt tapasztalható. Tegnap például az ukrán külügyminisztérium is kiadott egy olyan kommunikét, amiben azt mondta, hogy nem tanácsolja a magyarországi vezetőknek, hogy 21-ig az országba látogassanak. Ön hogy látja a mostani ukrán-magyar kapcsolatokat? Meddig folytatható még ez az állapot? Az elmúlt években nagyon rosszul alakult a két ország kapcsolatrendszere, de azért a reális kép megalkotása érdekében fontos, hogy elmondjuk, hogy nem mi hoztunk olyan törvényeket Magyarországon, amelyek elvették volna az ukrán közösség jogait Magyarországon. Nem mi bugattuk rá az ajtót símaszkos komandósokkal az ukrán közösség képviselőire. Nem mi tettük lehetetlenné az ukrán közösség számára a nemzeti szimbólumoknak a használatát, hanem mindez itt történt. Ukrajnában, a Kárpátalján. Itt vették el a magyar nemzeti közösség jogait jogszabályokkal. Itt félemlítették meg a magyarokat. Itt akarják visszaszorítani a nemzeti jelképek használatát, és ezt egy nagyon aggasztó és rossz tendenciának tartjuk. Világos, hogy az előző elnök magyarokkal szembeni ellenséges, mondhatnám magyar ellenes politikája okozta ezeket a feszültségeket. Ez világos. Az is világos, hogy az új elnök jelent új reménységet, azonban azt várjuk most, hogy az új elnök kétségtelenül biztató nyilatkozatai majd tettekbe forduljanak át, mert ez így nehezen lesz fenntartható. Tehát ez mindenkinek rossz. Rossz Ukrajnának, rossz Magyarországnak, rossz a kárpátaljai magyaroknak, rossz a két ország együttműködésének. Semmi érv, semmi indok nincsen arról, hogy ezt így tartsuk fenn. Ön itt a sajtótájékoztatón az imént elmondta, hogy volt egy találkozó Áder János és Volodymyr Zelenszky között a beiktatáson. Ugye ez a látogatás, a magyar elnök látogatása egy gesztusértékkel bírt. Akkor Zelenszky azt mondta, hogy meg kell várni a parlamenti választásokat. Tehát van esélye arra, hogy ezek normalizálódjanak? Hát nézze, a kétoldalú elnöki találkozón a megválasztott ukrán elnök fogalmazott meg kétségtelenül biztató és inspiráló üzeneteket. És azt gondolom, hogy vele reális lehetőség nyílhat a kétoldalú kapcsolatok javítására. Ennek van még egy fontos feltétele, amit az elnök úr is elmondott, hogy a parlamenti választásoknak majd úgy kell alakulniuk, hogy a parlamenti erőviszonyok tegyék lehetővé az ukrán elnök számára a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében teendő lépéseket. Jelezte, hogy tisztában van mind a nyelvtörvény, mind az oktatási törvény által okozott problémákkal. Azokat át fogja tanulmányozni, de mindehhez parlamenti hátországra lesz szükséges. Ezt mi megértjük, mert mi Magyarországon ugye a harmadik kormányzati ciklusunkat töltjük úgy, hogy kétharmados többséggel rendelkezünk. És látszik, hogy ez mekkora versenyelőny. Látszik, hogyha van egy jó, egységes, széleskörű, biztos támogatást adó parlamenti hátország, akkor egészen másképpen lehet és más típusú döntéseket hozni, mint ennek a feltételnek a hiányában. Úgyhogy reméljük, hogy most egy olyan választási eredménnyel szembesülünk majd 21-én, vagy másnap hajnalban, amely mindezt lehetővé fogja tenni ennek. Ebben nyilván segítene az, hogyha minél több magyar parlamenti képviselő meg tudná nyerni a körzetét, hiszen világos, hogy a magyar parlamenti képviselők jelentenék a legbiztosabb támaszt az ukrán elnöknek a magyarokkal való kapcsolatjavítása tekintetében. Önök figyelemmel fogják nyilván követni a választásokat, küldenek-e megfigyelőket? Hát nézze, természetesen, hogyha van erre fogadókészség egy adott ország részéről, akkor mi szívesen veszünk részt ebben. Ezt mindig a választás megrendező országnak kell kérnie, kell javasolnia, és hogyha van ilyen kérés, akkor mi természetesen szívesen veszünk részt választási megfigyelésben. Mi a helyzet a NATO-Ukrajna bizottsággal, illetve azzal, hogy nemrégiben azt mondta, hogy önök hajlandóak egy komoly gazdasági támogatásra, akkor, hogyha visszakapják a kárpátai magyarok a jogaikat? Hát nézze, minden egyes alkalommal, amikor a NATO-Ukrajna
bizottság ülésének megrendezését vétózni kell, az nem egy jó érzés. Mert sokkal jobb lenne segíteni. Ukrajnának sokkal jobb lenne segíteni egy olyan szomszédos országnak, ahol 150 ezer magyar él. De ezt nem tudjuk megtenni, mert ez az egyetlen megmaradt eszközünk arra, hogy Ukrajna vonatkozásában valami fajta nemzetközi jelzéssel éljünk. Abban a vonatkozásban, hogy nem tartjuk helyesnek a kisebbségekkel szembeni magatartást. És azt is világossá tettem az ukrán tisztségviselőknek, nyilvánosságnak, hogy amint megszületnek azok a jogszabályváltozások, amelyek visszaadják a magyarok elvett jogait, amint befejezik a magyarok elleni megfélemlítő akciókat, provokációkat, mi azonnal, abban a pillanatban visszavonjuk a vétónkat. És nagy örömmel térünk vissza ahhoz a politikához, amely az ukránok integrációs törekvésének támogatásáról szól. Folytatódik-e az a program, az EGANEDE gazdaságfejlesztési program, ami ugyebár a helyi magyarság megsegítésére született, pont azért, hogy a magyarok ne vándoroljanak el. Az utóbbi időben viszont tapasztalható egy olyan tendencia is, hogy sokan visszajönnek, hazajönnek és itthon kezdenek el pont ennek köszönhetően boldogulni. Jelen pillanatban viszont az EGANEDE alapítvány ellen egy titkosszolgálati akció folyik, ugye házkutatások voltak, és szeparatizmussal vádolják ezt az alapítványt. Hogyan lehet ennek vége ön szerint? Hát a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programnak egyetlen egy célja van, ez pedig az, hogy megerősítsük, itt helyben megerősítsük a kárpátaljai magyar közösséget. Ugye 23.907 pályázatot támogattunk eddig, kis és közepes vállalkozások fejlesztésére, mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatóknak a támogatására, és erre összesen adtunk 13,5 milliárd forintot, aminek eredményeként létrejött 18 milliárd és 200 millió forintnyi fejlesztés. Na most én azt gondolom, hogy az ukrán államnak ennek örülnie kellene. Hát örülni kéne annak, hogy az ország nyugati felében egy másik ország finanszírozásával fejlődés áll elő. És nagyon remélem, hogy úgy, ahogy a szlovákok, a románok, a szerbek így tekintenek az ottani gazdaságfejlesztési programjainkra, a következő ukrán vezetés is majd így fog tekinteni a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programra. Folytatjuk. Kiírtuk áprilisban a legutóbbi pályázati kört, oda 2001 pályázat érkezett, 1,5 milliárd forintot már el is különítettünk, ha kell több, akkor majd megnöveljük az összeget, és a nyár vége felé ki fogjuk írni az újabb támogatási kört, amikor a vállalkozásfejlesztésre, földhivatali rendezésre és nagyobb volumenű mezőgazdasági fejlesztésekre is tudunk majd forrásokat juttatni, mert mi is úgy látjuk, kárpátaljai magyar közösség megerősítéséhez a gazdaságfejlesztési programunk egy kifejezetten jó eszköznek bizonyult. És én azt remélem, vagy arra számítok, hogy a következő időszakban az ukránok majd úgy tekintenek a kárpátaljai magyarságra, mint mi, mint egy erőforrásra, amely összeköti a két országot, és nem konfliktusokat okoz közöttük. Reméljük, hogy így fognak az ukránok is tekinteni önökre, kárpátaljai magyarokra. Hát igen, a kapcsolatokhoz azonban határátkelőkre is szükség van. Hogy áll ez a kérdés? Hát nézd, amikor én az ukrán miniszterelnök helyettessel találkoztam az elmúlt héten Torontóban, akkor azt javasoltam neki, hogy így a józan észre alapozva egy ilyen pragmatikus együttműködést indítsunk meg, aminek eleme lehet egy, vagy lesz remélhetőleg egy 50 millió eurós kötöttségé-hitelprogram magyar részről, amiből infrastruktúrális fejlesztéseket tudunk majd itt finanszírozni, Beregszászt elkerülő utat, Beregszászt munkáccsal összekötő utat, és amiből határátkelőjéket lehet építeni. Ugye Nagyhódos és Nagypalát között gyakorlatilag bármikor átadható lenne a határátkelőhely. A Záhony és Sap között javasoljuk, hogy épüljön új Tiszahíd, vagy jelentősen szélesítsük ki a jelenlegit, hogy az áteresztő képesség növekedjen. A Beregsurány és Aszté között azt javasoljuk, hogy a határátkelőhelyet tegyük alkalmassá a teherforgalom lebonyolítására is. És azt javasoljuk, hogy az M34-es és az M3-as utat, hogyha elhúzzuk a határig, a gyorsforgalmi utakat, akkor Ukrajna is tegyen hasonló lépéseket, és akkor már egy kultúrát összeköttetésen létre. Nem felejtsük azért el, hogy Nyugat-Európában átlagosan 2,5 kilométerenként lehet átlépni a határt, már mint legálisan, és Közép-Európában ez az átlagos távolság 40 kilométer felett van. Tehát nyilvánvalóan ez egy komoly versenyhátrányunk a nyugat-európaiakkal szemben. Sok sikert kívánok a munkájához, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.